Indul a 120 napos kampány a korrupció ellenes népszavazási kezdeményezéshez. Vágó Gábor és a hozzácsatlakozó ellenzéki pártok elkezdték gyűjteni az aláírásokat. Vágó Gábor szerint megtisztulhatna a magyar közélet, ha 12 évre növelnék a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét. Most aláírom, ez egy másik. Molnár Gyula volt az egyik első aláírója Vágó Gábor korrupció ellenes népszavazási kezdeményezésének. Utána ő maga is segített a gyűjtésben. Az egyik aláíró fontosnak tartja a kezdeményezést, de szerinte fontosabb lenne, ha az ellenzéki pártok az összefogással foglalkoznának, mert szerinte így nem lesz kormányváltás 2018-ban. Nagyon széthúznak. A miénk nagyon széthúznak. Itt mindenki jönni akar lenni. Az MSZP elnöke hangsúlyozta, nem a népszavazás fogja megdönteni a jelenlegi hatalmat, de ez is egy fontos eleme a választási felkészülésnek. De minden ilyen kis elem az egy újabb kis tégla abban a lehetséges építményben, ami a végén arról szól, hogy ez a kormány el fog tűnni. Nyilván technikailag meg lehet akadályozni, hogy április 8-áig ebből legyen népszavazás, de mi ezt úgy fogjuk fel, hogy az emberek már addig kinyilváníthatják az aláírásukkal a véleményüket. Nekünk pedig szervezeti értelemben ez arra alkalmas, hogy megmutassuk, hogy a szocialista párt hálózata a legerősebb az ellenzéki oldalon. Vágó Gábor kezdeményezésének lényege, hogy 12 évre emelnék a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét. Szerinte csak a tettek tudják megváltoztatni az országot. Az antikorrupciós aktivista üzent a két ellenzéki pártnak, a Jobbiknak és a DK-nak, akik nem álltak a népszavazás mögé. Ez az a kérdés, ahol elválik az ocsó a búzától. Azok a szervezetek, akik csak hangban támadják a kormányzat korrupcióját, és nem tesznek keresztbe két gyufaszálat azért, hogy tényleg megtörténhessen az elszámoltatás, azok a szervezetek ugyanúgy a korrupt rendszer mellett állnak. Karácsony Gergely szerint nem az a Fidesz legnagyobb bűne, hogy közpénzek vándorolnak magánzsebekbe, hanem hogy a politika ellen fordítják az embereket. Az a lopás, hogy megpróbálják ellopni a politika becsületét, megpróbálják elhitetni a választópolgárokkal, hogy a politika az már csak ilyen, és hogy nem lehet a korrupció ellen érdemben fellépni. A Momentum is részt vesz a gyűjtésben. Ők azt ígérték, 200 ezer aláírást hoznak Vágó Gábornak. Az együtt szerint, aki a kormányváltásért nem tesz, aki feladja 2018-at, az valójában a korrupció ellenes küzdelemről is lemond. Az LMP pedig úgy véli, hogy ez a referendum az első lépés, hogy megállítsuk az országban évek óta folyó lopást.